Igen, szóval nyilván van benne. Na. Blablabla. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy ilyen ifjúsági romantikus könyvajánlót hoztam, de a fő tematikája ennek az ajánlónak az lesz, hogy olyan könyveket hoztam, amiben van valamennyi szinten anonim csetelés. Mármint úgy mondta, hogy valamilyen szinten ez a sztorinak egy része, hogy két szereplő beszélget, de nem tudják, hogy ki a másik, vagy az egyik. Ebben a mai videóban három kötetről fogok beszélni, és mind a háromban megvan ez a tematika, hogy egy ponton a szereplők csetelnek valakivel, akiről nem tudják, vagy beszélgetnek valakivel valamilyen módon interneten keresztül, de nem tudják, hogy ki a másik fél. Úgyhogy nézzük! Elsőnek mondom azt, amit nem tudok sajnos mutatni, de majd nagyon-nagyon szeretnék egy saját példányt belőle beszerezni, mert így visszagondolva nagyon-nagyon szerettem, és nagyon kis különleges helyet foglal el az ifjúsági romantikus könyvek között, amiket olvastam. Ez nem más, mint Julie Buxbaumtól, vagy Buxbaumtól. A három dolgot mondja, amit még tavaly olvastam a romantikus readathon alatt, részben Eszti ajánlására, mert Eszti mondta, hogy ez egy jó könyv, és én nagyon régen feltettem várólistára. És ez a kötet arról szól, hogy a főszereplő lánynak az apja újraházasodik, miután az édesanyja meghalt, és elköltöznek Los Angelesbe, új iskola, új körülmények, és a kislány, a tini lány még nem teljesen dolgozta föl az anyja elvesztését, úgyhogy teljesen meg van kavarodva. Új iskola is nyilván, és az első napon kap egy titokzatos e-mailt egy embertől, aki nem tudja, hogy kicsoda, de azt állítja magáról, hogy ő is ebbe az iskolába jár, és hogy szeretné őt átsegíteni az iskola nehéz helyzetein, és akkor ők így elkezdenek beszélgetni. De ugye, akivel ő beszélget, az tudja, hogy ő kicsoda. Viszont a főszereplőnk nem tudja, hogy ki az, akivel beszélget, szóval nyilván a könyvben van egy ilyen tematika, ahol próbálja kideríteni, hogy ki az, akivel írogat. És ez egy nagyon izgalmas része a könyvnek, ugye amikor följönnek tippek, hogy ő lehet, hogy az, ő lehet, hogy az, te meg így lehet, hogy sikítasz fejbe, hogy légy színe, ő legyen, légy színe, rá legyél ráva. De hogy összességében ez egy nagyon-nagyon-nagyon... Én nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet. A vége ennek a könyvnek. És nagyon tetszik, hogy kialakul a kis barátságuk a levelezéseken keresztül. És szerintem nem árulok el titkot azzal sem, hogyha azt mondom, hogy közben lehet, hogy a való életben is ismeri végül is ezt az embert. Nyilván egy iskolába járnak, és így nem olyan nehéz, hogy ismerje azt az embert. Meg igazából tök jó témákat is felhoz ez a könyv, tehát nyilván van benne már alapból a gyászfeldolgozás témaköre igazából. Igen, szóval nyilván van benne... Na. Van benne gyászfeldolgozás, tudjak végre beszélni. Benne van ez a tematika, hogy új lány, új helyen, új iskolában. Jó, nem a gyászfeldolgozás, de egyébként általam nagyon kedvelt trópokat hoz ez a könyv, és jól hozza őket, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem. Úgyhogy majd előbb-utóbb a Gabótól beszerzem a saját példányomat is, mert egyébként nagyon szeretem a magyar borítóját is ennek a könyvnek, vagy hát azt hiszem ez az eredetie is, vagy nem, de a magyar borítóját nagyon-nagyon szeretem, ilyen lilás. Matildának tetszik egy borító, mert lila. Úgyhogy, hogyha valaki egy ilyen jófajta ifjúsági romantikusra vágyik, ami közben komoly témákkal is foglalkozik, akkor abszolút tudom ezt ajánlani. Nagyon-nagyon szeretem a három dolgot mondjat. És bár nem adtam neki max csillagozást, de hogy azóta is folyamatosan így bennem van, hogy ez egy nagyon jó kis olvasási élmény volt, úgyhogy ez azért jelent valamit. A következő az nem más lesz, mint a Tweet Cute, ugyanis nem tudom, hogy mennyire spoiler lesz, amit fogok mondani. Remélem ez nem spoiler, mert szerintem elég hamar kiderül. A lényeg, hogy a Tweet Cute-nak a története az arról szól, hogy Jack és Pepper családjainak van étterme. Jack családjának egy ilyen saját kis vállalkozásos étterme van, Peppernek pedig egy nagy étterem lánc hálózata, ami kinőtte magát. És ők a Twitteren kerülnek, hát tweet csatába egymással, egy receptlopásos ügy tekintetében.
és ők egyébként osztálytársak, és meg is tudják egymásról, hogy aha, szóval mi üzemeltetjük, vagy hát a szüleik így rájuk bízzák valami oknál fogva a Twitter accountoknak a működtetését. Amiért ebben van anonim, vagy ilyen nem tudjuk, hogy ki a másik üzenet küldözgetés, az az, hogy Jack egyébként programozott a saját iskolájukban használható appot, amin keresztül anonim módon tudnak az emberek kommunikálni egymással, és az ilyen végül is ilyen ismerkedős app is, mert az a lényeg, hogy random az, hogy mikor fedi fel egymás előtt a kilétüket az embereknek, tehát csetetek, 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 és akkor egyszer csak az app úgy dönt, hogy akkor most elárulom, hogy ki a felhasználó név mögötti ember. És az a lényeg, hogy Jack is és Pepper is csetel egy emberrel, egy másik emberrel, akiről még nem tudják, hogy ki az, mert az app nem fette föl, lehet, hogy azért nem fette föl az app a kilétet, mert valaki beleturkált a kódba, hogy ne fedje föl, mert nem akarja megtudni, mert fél megtudni. Szerintem sejthető, hogy mit akarok mondani. Szóval az a lényeg, hogy ebben van egy úgymond ilyen kétség, hogy tweetelnek ők a való életben, és közben van egy része, ahol csetelnek. Egy másik emberrel, akiről nem tudják mi, vagy kicsoda, bocsánat, és alapesetben ez is egy nagyon kis szívmelengető ifjúsági romantikus történet, amit nagyon-nagyon szeretek, azért is vettem meg könyvben, mert egyébként hangos könyvben hallgattam, és nagyon szeretem ennek a történetét. Mindeközben beszél arról is, hogy Jack és Pepper egyébként végzősök, és hogy a továbbtanulásnak így a stressze, meg hogy mi lesz belőlük, ha lesz belőlük egyáltalán valami. Mindeközben ők érdekes, mert az előző könyvben is egy ilyen elit magániskolába járnak a gyerekek, meg ebben is egy elit magániskolába járnak a gyerekek azért, úgyhogy itt látok egy mintát már megint. Nagyon-nagyon szeretem a TweetCute-ot, úgyhogy ezt is csak ajánlani tudom. Magyarul úgy van, azt hiszem a címe, hogy TweetCute a Twitch csata, valahogy így. Olvassatok TweetCute-ot, én nagyon-nagyon szeretem. És nagyon vicces, nem tudom fordításban, hogy jönnek át a tweetek, mert nagyon... A tweetek alapból szerintem nagyon ilyen szóviccesek angolul, és nem tudom, hogy mennyire sikerült ezeket átadni fordításban. Mert angolul én nagyon jókat vigyorogtam rajtuk. A TweetCute-hoz egyébként még nagyon-nagyon szeretem ebben is, ahogy kialakul a barátság a főszereplők között. Olyan kis... Nagyon jó ez a könyv is! Továbbra is bizonyítom, hogy egyébként szeretem a romantikus könyveket, ha jól vannak megírva, és ez jól van megírva. Meg a három dolgot mond is jól van megírva. És az utolsó, harmadik könyvünk ebben a kis listában, amit most összeállítottam, az egy olyan könyv, ami legnagyobb örömömre végre megint kaphatom magyarul, úgyhogy kevésbé érzem úgy, hogy felesleges sajnos reklámoznom, mert hogy nem tudják az emberek elolvasni, hogyha magyarul olvasnák el. Aztán megöltem most a könyv alján egy pókot. Ez pedig nem más, mint a Simon és a Homo Sapiens Lobby, ami eredetileg a Librinél jelent meg, és most el átvettem Művelt Nép, úgyhogy most újra ki van adva, és újra kapható. Úgyhogy lehet olvasni, és azt hiszem az eredeti fordításban, úgyhogy az nem is változott ilyen szempontból. Nagyon-nagyon szeretem a Love, Simon filmet, és nem vagyok hajlandó Xi Simonnak hívni. Nem tudom, ki fordította le ezt a címet, de elbeszélgetnék vele. Senki nem írja úgy alá az üzenetét, hogy Xi. Senki. Na mindegy, nem? Szóval, ugye az lett a Love, Simon a film címe, és valamiért Xi Simon lett a film címe magyarul, de ugye Simon versus the Homo Sapiens Agenda, azaz Homo Sapiens Lobby. Ez ugye arról szól, hogy Simon még nem coming out-olt azzal kapcsolatban, hogy ő meleg, és e-mailezik egy másik sráccal, aki szintén nem coming out-olt azzal, hogy meleg, de nem tudják egymásról, hogy ki kicsoda. Tehát olyan e-mail címről beszélgetnek, amik nyilván ilyen másodlagos e-mail címek, tehát nem tartalmazza a nevüket, vagy ilyesmi. Ezen az e-mailezésen keresztül ők nyilván elkezdenek érzéseket táplálni a másik iránt, de nem tudják, hogy ki az, és nem feltétlenül mernek találkozni a másikkal, nehogy akkor kiderüljön, vagy nem állnak még készen coming out-olni. És a bonyodalmat egyébként az jelenti, amivel a könyvben kezdünk, a filmmel ellentétben, mert a könyvben már ott kezdünk, hogy az egyik iskolatársa az megtalálja az e-mailjeit, mert nem emlékszem, hogy a könyvben is azt történik, hogy elfelejt kilépni az e-mail fiókból, de a lényeg, hogy meglátja. És úgymond elkezdi zsarolni Simont, hogy
segítsen az egyik barátnőivel összejönni neki, vagy kiteregeti a titkait, azaz, hogy meleg. Ami nagyon nem egy kedves dolog tőle, ugyebár. Hát azt nézzük végig, hogy végül is Simon így ezzel próbálja megtartani a barátait, de közben ugye az egyik barátját össze kéne baronálni ezzel a sráccal, de közben próbálja kideríteni, hogy ki lehet Blue, akivel beszélget, és közben 16 éves középiskolás srác, és fél attól, hogyha coming out-ol, akkor szétszedik, és én nagyon-nagyon szerettem a könyvet is, de egyébként őszintén lehet a filmet jobban preferálom a könyvnél. Bár vannak dolgok, amik szerintem a könyvben még mindig jobb, van egy-két jelenet, ami jobban van megcsinálva, mint a film mondjuk. Meg azért vettem meg ezt a kiadást, mert van valahol benne egy scrapbook rész, de nem tudom már hol. Itt van. Mikor forgatták a filmet. És egyébként ez egy nagyon kis szép kiadás. Nagyon szeretem ezt a könyvet. Tele van matricázva is az én kiadásom. Na igen, úgyhogy ez egy ilyen középiskolás LMBTQ történet. Nyilván elég erősen épít arra, hogy a coming out-tól való félelem, illetve milyen az, hogyha rákényszerülsz gyakorlatilag a coming out-ra, mert mondjuk úgy coming out-olsz, ahogyan nem szerettél volna, tehát nem igazából te coming out-olsz, hanem coming out-oltatnak. Amikor azt hittem a könyv kijött, meg amikor a film készült belőle, az ilyen eléggé felkapott volt, úgyhogy most már újra kapható, úgyhogy lehet olvasni a Simon és a Homo Sapiens Lobbyt. Nagyon gyors extra adaléke ez az anonim csetes videómhoz, mert amikor felvettem a videót, még nem olvastam azt, amit most olvasok, ami a Csak mi ketten novellás kötet a KMK-tól, és ebben a második novella Kiara, talán így kell kimondani, nem vagyok most benne biztos, Kiara írt a Fillérnyi remény, az is anonim csetes, és nagyon-nagyon cuki volt, úgyhogy ezt a novellát ebből a kötetből még tudom ebbe az ajánlóba ajánlani. Ilyen kis ráadásként utólag. Nagyon-nagyon-nagyon cuki volt. Annyira szeretem az anonim csetes dolgokat. Mert itt tényleg csak a könyvekben, mert láttam dokumentumfilmet, ahol kislányok anonim csepeteltek, és nem lett jó vége, de oda nem menjünk. Sötét hely. A fikcióban jól működik. Amit nem mondtam el ennek a videónak az elején, az egyébként az, hogy ezt a nem tudjuk, hogy ki a másik, és úgy beszélgetünk ugye az interneten. Egyrészt ez a való életben valószínűleg lehet, hogy elég veszélyes dolog is, de nyilván ezek cuki romantikus könyvek, úgyhogy itt nem azok. De hogy azért szeretem egyébként ezt a trópot úgymond, mert olyan szép szerintem, amikor a karakterek igazából úgy szeretnek egymásba, hogy sose találkoztak. Vagy az egyik karakter úgy szeret bele a másikba, hogy nem tudja, hogy ki az, és ebben van egy ilyen kis szívmelengető dolog. Nyilván akkor szívmelengető a dolog, hogyha másikra nem derül ki, hogy valami creep zaglató ember. Na mindegy, úgyhogy nagyon szeretem ezt, amikor így a karakterek, főszereplők beszélgetnek egymással, de nem feltétlenül tudják, hogy ők egyébként beszélgetnek egymással, és közben mondjuk még a való életben is beszélgetnek egymással, és úgy is barátság alakul ki, tehát ezt nagyon-nagyon szeretem. Ez így a kedvenc trópjaim között szerepel, úgyhogy ez egy csodálatos magyar mondat volt, Matilda, gratulálunk! Igazából ez az a három könyv, amiben ez kifejezetten benne van, és én olvastam is őket, és nagyon is szerettem. Úgyhogy ezt a hármat ebben a témában, hogyha ezt a történetszálat ti is szeretitek, nagyon-nagyon-nagyon meleg szívvel tudom ajánlani. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!